Jó reggelt kívánok, sziasztok! Hú, de korán van még, hajnal 9 óra. Online teremtés tréning, 98. videó. Még valaki csodálkozna rajta, hogy miért mondom mindig be magamnak, mert kérdéseket töltöm fel a YouTube-ra mindig, aztán valamikor nem érem utol magam, aztán egy ilyen 10-15 videót még mindig nem töltöttem föl. Na és akkor utána vadászom ki, hogy melyik, meg aztán le is kell még tölteni innen, aztán úgy föl a YouTube-ra. Na hát végül is azért mondom be mindig, hogy akkor tudja, hogy melyik nincs föltöltve, melyiket kell föltölteni. Szóval online teremtés tréning 98. videó. Egy nagyon érdekes témát hoztam nektek ma. Nézem már, hogy nem kell a világ. Jó. Szia Marian. Na, szóval nem érdekes témát hoztam ma, mert sok levelet kapok tőletek, meg olyan emberektől is, akik nincsenek még benne a csoportunkban. Valahogy megtalálják a videókat. És egy olyan kérdés sorozatot tettek föl, hogy hát gondoltam, hogy akkor nem személyesen válaszolom meg, hanem így lehet, hogy benneteket is érdekelni fog. Ki is írtam ide, uskázok, azt mondja, hogy mit tegyél, ha elveszett a bizalom, ez nagyon érdekes dolog, hát vissza kell szerezni, de erre mindjárt részletesen válaszolok. Azt mondja, hogy mi legyen, ha a lista nem aktív, tehát fölépít valaki egy listát, aztán valamiknál fogva nem interaktív, tehát nem is jelentkeznek, hogy most mi legyen, hogy legyen, tehát magyarul egy ilyen passzív listája van valakinek, vagy mi legyen akkor, amikor mondjuk fölépített valaki egy üzletet, aztán mondjuk befagyasztják, nem fizet a cég, vagy kirúgták a céget valaki alól, és akkor azzal van a probléma. Elég nagy témakör, hármas témakör, amit ma egy kicsit így körbejárunk, de szerintem meg is sokakat éri. Úgyhogy arra kérek benneteket, majd kommentáljátok már, esetleg ha van kérdés, megígérem nektek, hogy így kipillantok a chatra. Szia, Marika! És akkor neki kezdünk a mai tréningnek. Szóval, mi legyen akkor, kérdezi a levélírom, hogy fölépít egy névlistát, illetve egy olyan listát, aki érdeklődik az ő tevékenysége iránt, és mondjuk fölépül egy komoly cég. És akkor hirtelen úgy minden elapad, mert valami oknál fogva, egyszerűen nem interaktívak az emberek. Na most vegyük sorba, tehát hogyha mondjuk valamilyen úton, módon, vagy hirdetéssel, vagy ilyen csoportmarketinggel, amit én is csinálok, lett egy listád, és akkor mi van akkor, hogy egyszerűen nem akarnak válaszolni. Ez egy jó téma. Tehát ott vannak, te kérdezel, mint én is most kérdezek, és akkor sokan tudod, így nézgelődnek csak, nem akarnak esetleg regisztrálni, pénzt befizetni, meg pláne nem, hogy akkor most mi van. Mindig vissza kell térni az alapokhoz, bizalomépítés, és folyamatosan. Na most, ez most részletesen hogy van, mindig mondom nektek a 90 napot. Ezt nem én találtam ki, annak idején még a Dave Wood mondta, meg a Dave Shark, ez a híres páros, hogy 90 nap kell ahhoz, hogy te rögzüljél az emberek fejébe. 90 nap olyan kommunikáció, ami problémát old meg valakinél. Tehát nem is valakinél, hanem nálad okozott valami egy problémának. Tehát megoldottál egy problémát, tehát okozott nálad egy információ, egy bizonyos megoldást, és ezzel tudnak azonosulni az emberek. Most, ha egyszer ezt elmondod, hát annak nagyon jó videónak kell lenni, vagy nagyon jó írásnak, hogy az úgy fönn is maradjon, hanem így folyamatosan nyomni kell, de nem ugyanazt a videót természetesen, hanem körbejárni egy kicsit, hogyha nem tudjátok, akkor mindig menjetek vissza az én 90 napos programjaira, mert én folyamatosan ilyen problémákat feszegetek, ugye, vagy a párkapcsolat, vagy a emberi kapcsolat, vagy pénzteremtési probléma. Tehát mindig azok a szegmenseket veszem elő, ami engem érdekel. Most, hogyha téged érdekel valami más, akkor a köré építs mindig a mondandódat. Ez nagyon-nagyon érdekes.
Én most azt látom, hogy egyre többen indultatok el, így vannak ezek a szárny próbálgatások. Vannak olyanok is, akik már régebb óta csináltak ilyen videókat, és újra kezdték, van, akik most kezdik el, így próbálgatják így a szárnyukat bontogatni, és szuperek, látom, hogy egyre jobbak a videók. Na most ez úgy van, hogy az emberek figyelnek. Tehát tegyük föl, fölépítettél egy listát, és hát, hogyha jól csináltad a dolgodat, akkor a listádat azért hírlevelekkel el kellett látni, vagy valamilyen úton, módon így inspirálni kellett őket. Ha ezt elhanyagoltad, hát akkor ne csodálkozz, hogy a lista az olyan emberekhez fog szépen átszivárogni, aki kommunikál. Értitek? Tehát ott van mondjuk a listád, és tedd fel a kérdés magadnak, hogy mikor kommunikáltál utoljára a listádnak? Mikor volt az, hogy tartottál nekik egy tréninget? Vagy egyszerűen csak akár írtál nekik, vagy fölhívtad őket, de a interaktivitásra buzdítottad őket. Ez a lényege egyébként ennek. Hát nézzetek meg a számokat. Ki tudja, hogy most mennyien vagyunk itt a csoportban. Azt mondja, hogy átmegyek már a másik böngészőmbe, nézem, azt mondja, hogy úris, itt van, 400, pontosan kellek 400-an vagyunk most, és röpke, hát 90 nap, 120 napja megy ez a csoport körülbelül. Tehát 90 napot már túlhaladtuk, és 400 tagunk van most jelen pillanatban úgy, hogy ezeket az embereket tulajdonképpen egy páran építettük föl. Egy páran hozzám csatlakoztak, meg az én csatlakozóim hoztak be embereket. Ez egy nagy aktivitás nem volt. Mégis 4 hónap, 120 nap alatt 400 ember. Nem olyan rossz, de nem is olyan jó. Hát úgy ez a szám egyébként, ha jól kommunikál valaki. Én látom, hogy Facebook hirdetéseknél se sokkal jobb az eredmény. Tehát, hogy nagy Facebook. Én sehol nem hirdettem, képzeljétek meg, ha meg lett volna ez hirdetve, és sokkal több emberhez el akartam volna jutni, még ezt nem fogom egyébként a kampányt csinálni, már 400 ember. Most ez a 400 ember, ez egy olyan mag, aki valamilyen úton módon itt van. De ők még mindig csak érdeklődőnek számítanak a szemembe. Akik hozzá szoktak szólni, meg úgy interaktív, képzeljétek el, ez olyan max. 20 ember, de lehet, hogy csak 10. És abból vannak az eredmények. Képzeljétek el, ekkora számokból. Na most azért mondom, mert sokan fölépítenek ilyen nagy listát, és azt hiszik, hogy majd abból a nagy számok törvényéből majd mekkora ember áradat majd beregisztrál. Ez nem így van. Ez nagy tévedés. Ez úgy van, hogy minőségi néolistát kell csiszolgatással, információ átadással gyártani. Ez a legjobb kifejezés. Nézd meg a számaidat. Nézzetek meg a számaitokat, hogy van egy csoportotok, ott hány ember van, és ott hányan szólnak hozzá, hányan csinálnak interaktivitást. Itt kezd kialakulni majd egy olyan mag, akikkel meg lehet azt csinálni, hogy majd ők is megosztják a videóidat, ők is megosztják az információt. Ennek kell eltelni kb. 90-100 nap. Mondom, nem én találom ki, hanem nekem is a mesterek mondták. Na most ez azért érdekes, mert csinálod, ha jók az információk, amiket nyomsz, és nem megmondó vagy, hanem ilyen segítő, hogy fölébresztő, akkor nő igazán komolyabban a lista. Most itt van mondjuk 400 ember. Ha elkezdek majd egy olyan kommunikációt, amikor kérlek benneteket, hogy is kérlek, hogy osszátok meg, de a kicsit akkor így komolyabban fogom kérni, meg majd valamilyen inspirációt még adok, hogy valamihez hozzájuttatlak benneteket. Például, hogyha mondjuk megosztja valaki az én videóimat, és látom, küldeni fogok a legújabb hangos könyv gyűjteményből egy
pár darabot. Olyan hangos film, ami hú, ütős, vagy egy fizetős tréninget, ami ingyenes lesz annak, aki mondjuk megosztja az én videóimat. Például én mondom, Marian meg Valika, nyertetek ma egy jó hangos könyvet. Mit szóltok? Az a Brian Tracynek egy szuper hangos könyv, egy maximális teljesítmény. Nem tudom, örültek-e neki. Nem biztos, hogy az most nektek az lehet, már megvan, de mondjuk most kaptok ma tőlem, aki itt van, nyertek egy-egy hangos könyvet. Ez egy szuper maximális teljesítmény Brian Tracy-től, tudom, az így jó-e. Aztán már lehet, hogy holnap megint valamit, tehát valamivel biztatni kell az embereket, hogy megosszák a videóitokat, vagy az információt. Tehát valamilyen interaktivitás, ez a legjobb probléma, megoldás, interaktivitás kell. Látjátok, hogy most mondtam valamit, egyből jönnek a lájkok. Csak egy picike kis, mit csinálok? Adni kell, mint a múlt videóban, a pénteken, én azt hiszem, az volt a cím, hogy adás. Itt megint remélem, hogy jegyzeteltek, tehát mi az, amit te adsz, hogy majd kapjál. Mi az, amit a listának tudnál adni, hogy kapni tudjál. Nem mindig az üzletről. Tehát például Brian Tracynek ez a könyve, ez ilyen személyiségfejlesztő, mondhatni az, hogy üzleti könyv. De tegyük fel, mondjuk másfajta, mondjuk légkúráról valami. Légkúra. Tudjátok, ez a tisztító kúrákról, nekem van egy ilyen gyűjteményem, ezt is majd valamelyik nap mondjuk kisorsoljuk, vagy aki ma itt van a tréningen, azt odaadjuk. Vagy valami, tudjátok, ami tőled kap. És ez lehet egy mini videó tréning például. Hogy például azokat személyes coachingban részesíted, akik mondjuk itt vannak a tréningeiden, és akkor hogyan csinálnak szuper videókat. Egy külön. Akár egy külön csoportot lehet ezeknek csinálni, akik így interaktívak. Például, ha szeretnétek, mondjuk Marian, vagy Antal, vagy a többiek, akik itt vagytok, hogy szeretnétek, keresetek egy külön olyan csoportot, akik ilyen, kinevezzük őket, mint egy interaktív VIP csoport. Na, csak most ötleteket mondok, tehát most azért, mert szűrni kell azokat az embereket, akik veletek együtt haladnak. De bármi más is lehet. Kihozhatsz egy olyat, hogy nézd meg, kedves kérdező, inkább úgy mondom, hogy mit tudnál te adni? Tudod, mit tudnál te adni, hogy az a halott lista, az valahogy föléledjen? Hallott. Szia, Sanyi. Látom, hogy nevetsz. Sanyi, te vagy az a Fodor Sanyi, akinek rengeteg jó megosztása van. Szoktalak nézni nagyon sokat szoktam így, azt hiszem, hogy te vagy az. Mindjárt, nem akarok rákatintani, mert elmegy az adás. De szerintem te vagy az, nem olyan sok Fodor Sanyi van. Kettőt ismerek, aki nagyon frankó srác. Például Sanyinak a megosztása, ez is egy tananyag lehet, hogy hogyan lehet fölhívni magadra a figyelmet különböző humoros megosztásokkal. Szenzációsakat szoktam mosolyogni rajta. Nagyon jók. Remélem, hogy te vagy az, akire gondolok. Szerintem igen. Szóval gondolkozzatok, és gazdagodjatok. Gondolkozzatok, hogy hogyan tudná te adni, hogy a halott lista fölé legyen. Na most van egy kényes dolog, amikor olyan listád van, egy üzleti lista, mondjuk egy cégben, ami most például be van fagyva. Bármi, mondhatni cégneveket nem akarok egyet sem lejáratni, de mondjuk vagy benne egy olyan cégben, ami most akár nem fizet, vagy ott vannak mondjuk coinjaid, és akkor azok vannak befagyva, és úgyhogy akkor mit lehet csinálni? Hát mindenképpen kommunikálni kell, de mit? Hát lássák a listádon lévő emberek, hogy te csinálsz valamit. Te csinálod, és nem adod föl, és egyszerűen a megoldást mutatod. Nagyon jó az, hát nagyon jó, hát, hogy mondjam, az, hogyha téged akkor is látnak, motiváltnak, amikor nem olyan jó mennek a dolgok. Hát mikor mondjuk befagyott nálunk is az egyik cég, már mondjuk 8 hónapja nem fizet, hát most, hogy
próbálja így happy lenni, amikor fölépítesz egy nagy céget, és akkor igazgatói pozícióban minden, és akkor nem fizetnek. Most akkor hogy azt a listát te hogy tudod föléleszteni? Hát úgy, hogy mutatod a megoldást, hogy jó, hát most az úgy van, most azért nem lőjük fejbe magunkat, de nem áll meg az élet, és pénzt ugyanúgy kell csinálni, tehát mi a megoldás? Tehát nálam például hasonló dolog van, a hármas stratégiához kellett visszanyúlni egy picit, és milyen jó, hogy annak idején azt a hármas stratégiát kitaláltuk az Árpi barátommal, mert ugye arról szól, hogy három lábon állunk, és ha véletlenül valamelyik kirugódik, vagy kirúgják, még azért ott van kettő láb, amiből van jövedelem, vagy ha kettőt rúgnak ki, akkor egyből még van jövedelem. Ezt azért mondom, mert ez is kérdése volt a levélírónak, hogy azt írja, hogy benne van egy ilyen koinos cégben, és akkor most mi legyen, ahol mit tud csinálni. Hát abban most egyelőre semmi. De a semmivel nem kell foglalkozni, mert az úgyis van. És az már nem semmi. Jó, kell, nem megyek ebbe annyira bele, de a lényeg az, hogy kommunikálni kell, el kell kezdeni valami mást. Tehát nem az a legrosszabb, amikor áll valaki. Te tudod, így állsz, és akkor válsz, és akkor idegtépő, hogy most mi lesz, meg hogy van, és ilyenkor generálod a feszkód magadba, meg abba éled ki mondjuk magad, hogy beírogatsz az ilyen állóvízű cégű csoportba a különböző negatív kommenteket. Tudod, így elkezded itt szapulni azt, amit nemrégen még szitt dicsértél. Tehát ez a legrosszabb, és nagyon sokat látok ilyet, hogy beírják, hogy nem jó, meg átverés, meg mit tudom én, meg szidják a szponzort, meg az alsó vonalat is már szidják, meg úgy mindenkit szidnak, tehát mindenki hibás, csak ők nem. Nem kell olyan tragikusan venni ezeket a dolgokat, bár sok embernél tragikus, akkor, ha egy lábon áll, hát persze, akkor probléma, de mindig mondtuk, hogy ne egy lábon álljon valaki, hanem több lábon, a mai világban egy lábon állni öngyilkosság. Ezért öngyilkosság, hogyha valaki mondjuk egy biztos állásban van, mert mellette, ha nem csinál online valamilyen felszabadító tevékenységet, idő kérdése, hogy mikor kerül lapátra, idő kérdése. Tehát le vannak osztva már a lapok itt az országban, és nézzétek meg az ismeretségi körbe, hány ember vesztette el a munkáját csak a múlt héten. Nekem legalább 15-en. Nagyon jó menő állás, igazgatói pozíció, másnap kapja a levelet, hogy az kívánat megszűnt a munka. Vagy egyszer elküldik az embereket egy hétre ilyen szabadságra, mert nincs munka. Itt Csongrádon több ilyen vállalat is van. Nem tudom nálatok, hogy milyen van. Tehát mondhatom azt, hogy el kell kezdeni a több lábon állás művészetét. És akkor nehogy valaki azt mondja, hogy jaj, akkor mindenbe belelépek, az majd lesz valahogy. Nem. Akkor szépen el kell kezdeni szelektálni, megnézni, hogy melyik lenne az az üzlet, amit az adott keretek között el lehet indítani, és akkor szépen így lavírozni, és követni a tanításokat. Én ezt látom megoldásnak. Ezt is kommunikálom, meg ezt is csinálom. Én szeretek láttára építettem fel már több céget, mert hogyha valami megborult, akkor ne legyen az, hogy rossz irányba megy megint az ember. Mindig tanultunk, amikor valami rosszul ment, és nem álljutunk ki attól, amikor jó ment valami. Azt mondja, hogy Ária, hogy egy lábon csak a gólya tud állni stabilan, mi az se lehet. Azt mondja, hogy hangos könyv, Brian Tracy, Phoenix Szeméről. Ez nem a Phoenix szeminárium, ez Brian Tracy-nek a maximális teljesítmény, azt hiszem, valami ilyesmi. Most lekeverem egy kicsit a Tony Robbins-szal, de megvan, tehát azt fogjátok kapni. Jó. Szia Zsolti, látom, te is becsatlakoztál. Szóval a lényeg az, hogy vissza kell szerezni a bizalmat, vagy a bizalmat meg fenn kell tartani. Tehát, és a listát állandóan építeni kell. Na most ez azért fontos, mert sokan itt vesznek el, hogy mondjuk fölépít valaki egy jó céget, és akkor az ott lévő embereket, például ez is nagy hiba, át akarja szippantani mondjuk egy másik cégbe. Ez egyik olyan sarkalatos
melléfogás, nem tudok más mondani, és látok ilyet, nekem volt szponzoraim, csinálják, hogy hát az most nem ment, akkor csinálják ezt. Hát elsőben, akkor, és akkor így mennek cégről cégre, vándorolnak, hívogatják fel az alsó vonalakat, meg mit tudom, hogy mit csinálnak, persze vannak kivételek is, de ez az üzlet leépítésének művészete. Nem ezt kell csinálni, hanem visszatérni az alapokra, kommunikálni a listának, egy ilyen csoportba például, mint amit én is csinálok. A hírlevelekkel óvatosan bánni, mert a hírlevelek is már egy problémát tudnak jelenteni. Mindjárt mondom. Ugye van ez az adatvédelmi történet, amiben nem akarok nagyon belemenni, ezt is figyelembe kell venni, de van egy másik igazán fontos dolog, amiről akarok mondani. Sokan látom, hogy például benne vannak valamilyen üzletbe, fölépítenek ott egy nagy hálózatot, megszerzik ezeknek az embereknek az e-mail címét, és amikor átmennek egy másik céghez, ennek a listának kiküldik, hogy ők most milyen üzletet csinálnak. Ez nem csak egy nagyon rossz dolog, hanem etikátlan. Nem tudom, nektek mi a véleményetek, hogy estetek már bele egy ilyen dologba. És ez is saját magának a leépítése, mert ugye az emberek nem tudják, hogy most akkor most hogy van. Most először kapott egy olyan hírlevelet, hogy most ezzel foglalkozok, aztán utána most megint jön egy másik üzlet. Ha jól van kommunikálva, ezt meg lehet csinálni, de etikátlannak tartom. A jó megoldás szerintem az, hogy így is, úgy is, ha jól kommunikálom, tudják az emberek, hogy te milyen céget csinálsz, és annak kiküldeni információt, aki kéri erről. Nem tudom, nektek mi a véleményetek erre. Elkezdesz egy csoportba kommunikálni, oda vagy te hívsz meg embereket, vagy maguktól bejönnek, és nekik kommunikálod, és amennyiben szeretnének még részletesebb információkat napi hírlevelekbe kapni, na azokat feliratkoztatni, és egy új, teljesen új listát csinálni. Nem tudom nektek erről, mi a véleményetek. Én ezt fogom csinálni most is. Tehát én direkt nem küldtem ki, nem is hiszem, hogy kaptatok tőlem hírlevelet, csak úgy, mert én nekem olyan kezdben volt, hanem nem sokára csinálok megint egy feliratkozó panelt is. Ha szeretnétek minden nap kapni tőlem plusz videókat, meg még részletesebb információkat, vagy akár ezeknek a tréningnek az anyagait, hogy mondjuk ne felejtsd el napi szinten kiküldeni, akkor nektek odaadom, akik jelentkeznek. És itt csomó plusz más dolgot, és amit más nem kap meg. Na ez etikus, szerintem. Azért, mert a lényeg az mindig, hogy az embereknek a tudatába a polcon fönn legyél. Hogy az adott problémáról és annak a megoldásáról mindig te juss eszükbe. Ez az egyik legjobb módszer még az egyik autókereskedő, hogy is hívják, Joe Girard, igen, eszemet, a Joe Girard mondta, hogy legyél ott az emberek tudatába. Ő azt csinálta egyébként, hogy ilyen névnapokra, születésnapokra, ballagásokra, tehát folyamatos információt, mint a kém, gyűjtött az emberekről, és amikor nem is számítottak rá, ő akkor küldte ki ő postázott, akkor még abban az időben az volt, hogy meghökkentse a listáját, hogy tudják, hogy ki az a Joe Girard. Nem tudom, hogyha elhangzik az emberek körében a te neved, akkor mi jut eszükbe rólad. Ez nagyon fontos, ez a márka építés tulajdonképpen. És tulajdonképpen, hogyha mindig azoknak az embereknek kommunikál, ezt föl kell írni, hogy azoknak az embereknek kommunikálj, akik számára te fontos vagy. Akik úgy gondolják, hogy a te szavadra úgy kíváncsiak. A te gondolataidra kíváncsiak. És ezt csak úgy lehet elérni, hogyha legalább egyszer így komolyan megérintetted a szívüket. Sehogy másképp nem lehet. Azzal nem lehet, hogy így elkezded nyomni nekik a frankot, és akkor te vagy a nagy happy ember. Tehát ezzel nem lehet. Megmondással nem lehet, hanem
hanem tudod, amikor olyan tanácsot tudtál adni, hogy tudod, így lesokkold őket, hogy hú, ezt azért nem gondoltam volna. Ennyire egyszerű lenne is. Hú, és akkor te jutsz az eszükbe. Értitek ezt? Tehát még egyszer, bizalmat kell folyamatosan építeni, ez naponta. Nekem ez a hátulütő, mindig ezt akarom csinálni, hogy bizalmat, minden áron bizalmat megszerezni. Ha megvan a bizalom, utána nem jönnek azok a problémák, hogy hát most fölépítettem egy céget, és akkor most mi van, hogyha az a cég most épp nem fizet. Hát ez nem a te hibád. Nekem például a követőim, akik jöttek utánam például más üzletekbe is, mindig azok jöttek, akik megértették az én napi szintű kommunikációmat. De úgy higgyétek el, hogy én egy direktemet se hívtam föl a múlt üzletembe, hogy most gyere már velem ebbe. Hát hogy jövök én ahhoz? Én tegnap például kaptam egy megkeresést, minden nap kapok egyébként, és én szabályosan rosszul voltam. Én komolyan mondom, hogy olyan embertől kaptam, akit nem is számítottam, és gondolkoztam, hogy mi vagyok én, így rosszul éreztem magam. Mert nem tudom. Tehát úgy adta elő, annyira mézes-mázosan, semmi gond nem volt vele, de mégis egy ilyen elutasítást, egy ilyen ilyet éreztem. És tudjátok, én mindig az érzésre megyek. De hogyha megtudtam volna, tehát tudod, hogy megtudom, hogy mondjuk az adott ember egy bizonyos üzletet csinál, akkor lehet, hogy én hívom föl, hogy fiú már, te tényleg elkezdted az üzletet. És néztem, annak idején is így szimpatizáltam vele, de úgy nem érintett meg. Mi az, amiért te most tényleg csatlakoztál? Tudod, amikor te kérdezel. És akkor mondja el, hogy figyelj, az az igazság, hogy én azért nem igazán szóltam neked, mert igazán nem akartalak ezzel zaklatni, inkább elkezdtem tesztelni. Értitek ennek a lényegét, hogy ott van a lista, akivel mondjuk fölépítettetek egy céget, de most melyik a jobb, hogy elkezded mindegyiket hívni, és akkor magyarázkodsz, hogy jaj, most figyelj, most az van, semmi értelme nincsen. Próbáld ki, és akkor meg fogod látni, hogy odáig fogtok jutni, hogy mind a ketten elkezdtek szívni a céget. Hanem, jó, hát ez van, nézzük, hogy is lehetne ez még jobb, ugye a rossz, hogy lehetne jobb, hát úgy, hogy elkezdünk csinálni valamit, és elkezdesz te csinálni valamit. És utána azt megmutatod, hogy te hogy csinálod, vagy miért csinálod, meg hogy mennyi ideje csinálod, mik az eredmények, és ha hiszitek, hanem az emberek figyelnek téged, hogy kommunikálsz. És aztán az van, hogy lehet, hogy nem fogsz behozni az első időben sok embert. Behozol mondjuk 8-10 embert az első hónapban, ami egyébként jó arány. De ők is ugyanezzel a szisztémával behoznak egy csomó embert. Én így jártam. Senkinek nem mondtam, hogy én milyen üzletben vagyok, sőt, még a kampányt el sem indítottam, már egy egész jó kis csapat kialakult, véletlenül már kampányolunk is, de a kampány az mindig arról szól, hogy én mit csinálok. Nem az, hogy majd te mit fogsz csinálni. Hát mit tudom én? Hát, hogy te hogy fogsz dönteni. Oké? Okay. Igaz, Marian, hogy ez ilyen taszítja az embert. Akkor nem csak én vagyok így. Gondolkozzatok el, hogy volt-e már mostanában ilyen megkeresés. Hangsúlyozom, lehet, hogy az a legjobb ember volt, aki megkeresett. De valahogy én olyan érzésem van, hogy nem tudom nektek ezt megmondani, hogy tehát nem jó érzésem van sose az ilyen megkeresésből. Pláne akkor, hogyha mondjuk ez az ember mondjuk már megkeresett valamivel, ugyanezzel, én akkor igent mondtam, jó sok pénzbe be is szálltam, és akkor megint valamibe belesültünk. Tehát úgy, hogy hagyd döntsem már én el, hogy most akkor hogy lesz, most megyek-e, vagy nem-e, vagy értitek ezt? Azért írtam ki valamelyik nap, hogy ne keressetek meg semmilyen üzlettel, én tudom, hogy ki milyen üzletet csinál, aki jó kommunikál. Aki meg nem kommunikál róla, azt úgyse fogom megkeresni. Értitek? Hogy sokan írták, nem sokan, egy páran írták, hogy hát én ezzel nem értek egyet, mert igenis tudni kell az embereknek, hogy mit csinálunk.
ma megtudják ők, hogy én mit csinálok. Ki az, aki tudja közöttük, hogy én milyen üzletekben vagyok benne? De tényleg tudjátok, hogy milyen üzletben vagyok? Mert szomorú vagyok, ha nem. Bár én nem mindig mondom. De szerintem annyi, nagyon egyszerű, valaki rátalál a videóimra, rákattint is minden videóm alatt, vagy a honlapomon ott van, feketén-fehér. Nem egyszerű? Hú, de viszket az orrom, remélem nem ér bosszúság. Szóval ezt azért mondom meg így is, meg emígy is, meg aztán emígy is, meg mindenhonnan, felülről, alulról, mert el kell mondjam, nem értik az emberek. Nem értik az emberek. Tehát a legrosszabb, amikor bárki bármit nem csinál, és ha elkezdi a jó kommunikációt, de azt akarom elmondani, hogy az állóvíz a legrosszabb. Közben, igen, Pista odaírta, hogy likes, igen. Akkor tudjátok-e, hogy súgok, így lehet kihozni. Tudjátok-e, hogy én melyik kommunikációs rendszerből kapok pénzt? Kommunikációs rendszerből. Melyik kommunikációs rendszerből kapok pénzt? Ha nem, akkor nem kell kiderül, de lehet, hogy ezt el tudjátok. Még annyira nem kommunikáltam. Ugye a hármas stratégiát, amikor oktattam, akkor ott volt mindig ez. Melyik az a rendszer, ami nem is kellene építeni, hanem épült magából, vagy épít magától. Nem mondom meg, mert azt mondják meg, hogy jaj, akkor Vili be akar engem ebbe húzni. Így van, hát, szia öcsi, könnyű neked, mert házatomban vagy. Igen, a GVO. Értitek, hogy mondok egy jó példát, ha már öcsi itt van. Szerintetek én tudom, hogy a Holló Árpád, öcsi barátom, az milyen üzletben van. Hogy ne tudnám? Szerintem én tudom, hogy a Szűcs itt melyik üzletben van. Vagy a Varga Pisti, vagy mindannyiótokat tudom. És hogyha mondjuk be akarok lépni valakihez, akkor én mikor fölhívom és belépek. Volt már egy párszor ilyen. A Gyurihoz annak idején úgy csatlakoztam, hogy fölhívtam. Megnéztem, de jó videó, ez pont ilyet keresek. De nem biztos, hogy becsatlakoztam volna, hogyha rám ír. Ő nem is szokott rám írni egyébként. Tudja nagyon jó, hogy amikor ott vagyok, kész, akkor úgyis fölhívom. Na ezt kell szerintem valahogy az emberek fele kommunikálni. Tehát megint vissza az alapokhoz, mi a francot kell csinálni, ahelyett, hogy elkezdeni mindenkinek így ilyen spameket nyomni, elkezded a jó kommunikációt. Hogy te ezt csinál, te ezt teszteled, stb. Na most van egy olyan dolog is, amikor lehet egyéni videókat is küldeni. Az megint más, sokkal jobb egyébként, mint hogyha személyesen hívod fel a telefonon. Tehát az a videó például, amit Skype-on szoktam én is küldeni, vagy Messengeren személyesen küldök, vagy videó e-mailbe küldöm el, vagy YouTube-ra fölteszem, aztán úgy linkelem be, egy technikai tök mindegy, amikor van valamilyen ötleted, vagy valami jó kis megosztani valód, és akkor mondjuk azt elküldöd 8-10 embernek, de mégis személyesen küldöd el, lehet, hogy ugyanaz a videó, de azt, hogy személyesen küldöd el, és nem megkeresés céljából, csak úgy elmondod. Mondok egy példát, volt egy olyan üzenet, amit én úgy építettem föl, hogy mondtam, hogy én mit keresek. Mondtam, hogy milyen paramétereket keresek, mit lennének számomra fontosak, és megtaláltam egy ilyen üzletet. Én nem mondtam, hogy te lép be, csak azt akartam, hogy tudd, hogy én most mifele megyek, mifele kommunikálok. Mi az a pénzügyi dolog, amit én most találtam, de nem avval a célra, hogy mondjuk téged beléptessenek, csak az a lényeg, hogy te tudjad. Még akkor nem csináltam ezt a csoportmarketinget. Ez is működik, de sokkal gyorsabb egyébként ez a csoportmarketing. Hát ez most a nap végére több mint 200 helyre elmegy, hogyha nem is ossza meg olyan sok ember, ha meg is osztjátok, akkor még több helyre el fog menni ez a videó. Tehát összefoglalva egy picit, a lényeg, hogy mindenképpen csinálj egy csoportot, ahova szépen
elkezdesz kommunikálni. Egy videó, két videó, egy pici írás, színessé teszel azt a csoportot, és ha mondjuk van egy olyan cég, amit mondjuk befagyasztottak alattad, és tényleg most nincs semmilyen jövedelem, akkor viszont azt kommunikálod, hogy most kereső fázisban, vagy azt is kommunikálod. Ha most így kereső fázisban vagyok. Olyat is kommunikálsz, hogy mondjuk szeretném most kapni ajánlatokat. Így is lehet kommunikálni. Ha tudtok valamit, akkor szóljatok, már megnézem, mert tesztelem. Ilyet is lehet csinálni. Én mondjuk azért nem csináltam ilyet, mert én először mindig megtaláltam, aztán nem kellett nekem keresni. De volt ilyen, például van egy kollégám, aki direkt ilyet csinál, hogy van-e valami olyan network marketing, amiben most érdemes benyomni nagyobb összeget, mert most hozzájutott egy kis pénzed, és nem akar olyan gondolkozni, és keres egy ilyen üzletet. Aztán persze kapott egy csomó megkeresést, abból kihámozta, hogy neki melyik lenne jó, és elindult benne, és sikeres. Tehát lehet ilyet is kommunikálni, de a lényeg az, hogy vissza mindig az alapokhoz, hogy mit tudnál te adni azoknak az embereknek, akik mondjuk be vannak fagyva, vagy egyszerűen van egy lista, ami nem akar fölébredni. És akkor na, ezeknek így lehet csak, sehogy másképp. Tehát te hiába küldesz e-mailt, hívogatod, mert ezt szokták csinálni, hogy jó, hát kiküldtem nekik e-mailt, és nem válaszolnak. De miért válaszolnának? Hát, hogy megint vissza kellene szerezni a bizalmat. Hogyha egy olyan ember tömegnek kommunikálsz, aki mondjuk elvesztette egy bizonyos cégbe a bizalmat, annak egyetlen egy dologgal nem tudsz visszaszerezni bizalmat. Egyetlen egy hírlevéllel nem tudsz bizalmat szerezni. Vagy egyetlen egy telefonnal, sőt, még szóba se fognak állni veled, mert lehet, hogy épp szidnak. Hanem, akkor már el kell kezdeni, mondom, így csoportba kommunikálni, és megtörténik a varázslat. Lehet, hogy unalmas most, amit mondok, mert többször el kell mondjam. Legalább azt mondja a mesterem, hogy 4-szer, 5-szer, vagy 6-szor is el kell ugyanazt mondani, mire az emberek ez úgy elér, hogy föl tudják ezt mérni, és akkor most akkor kommunikáljunk. Úgyhogy ajánlom mindannyiótoknak, hogyha nem csak a levélíró küszködik ebbe a problémába, hanem hogy fölépítettél egy ilyen bármilyen hálózatot, ami hát ott van, aztán jó lenne velük foglalkozni, akkor megcsináltad azt is, hogy esetleg név szerint Facebookon megkeresed őket, de bár hogyha megvolt ez a listád, akkor meg kell, hogy legyen a Facebookon is, hogyha jól csináltad, mert hiába adtál fel mondjuk hirdetéseket, és abból jelentkeztek egy csomóan, de hogyha őket nem követted, tehát nem volt a nyomon követés, akkor egy halott listát építettél föl. Ez körülbelül olyan, mint hogyha csinálnál egy ingyenes regisztrációt valamire, abból hogyan tudod át pozitívvá az embereket? Sehogy. Ez olyan, mint a Facebookon, hogy jaj, 3000 meg 4000 ismerősöm van. Igen, és akkor az semmit nem jelent. Abszolút. Tehát ezeknek az embereknek folyamatosan a nyomon követést, ha eddig nem csináltad meg, akkor húzz egy vonalat, mint hogyha nem is csináltál volna semmit. Egyáltalán nem ért semmit a munkád. Tehát, mert ugye elfelejtetted a nyomon követést. És ezt ilyen csoportokban lehet legjobban, vagy személyes ilyen hírlevelekkel. Úgyhogy most írtam, ennyit akartam nektek mondani. Igazán azt hiszem, hogy más nem is. És ennyi. Találkozunk a következő videóban, illetve holnap reggel 9-kor, és ha van valamilyen kérdésetek, akkor privátban, Facebookon írjatok nekem, mert lehet, hogy az a kérdés, az másnak is kérdés, és akkor ha megválaszolom, akkor neki is segítség lesz. Úgyhogy sziasztok, a Teremtőről legyen veletek, és jó vevőgondozást, nyomon követést, meg kommunikációt az emberek felé. Kommunikálsz, 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 és jó kommunikálsz. Sziasztok még egyszer, holnap találkozunk.